Sziasztok, ez itt a Bögre csatorném. Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 Let's Play sorozatunkat az Árpádokkal. Ottól legutóbb abba hagytuk, hogy ez a rohadék bizánci császár, ez nem bír aztán megülni a segény. Jó, mondjátok, hogy őt támadják. Akkor is. Akkor is. Rohadjon meg, ott van. Amit most fogunk csinálni ebben a részben, hogy az előző részben megöltük az unokánkat. Ja, nem hangzik túl jól. De mindent a, 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 a birodalom érdekében, illetve újra házasodtunk. Jelenleg 71 éves vagyok. És az utódom az egy 7 éves, a 7 éves kis csák, csák császár, ami érdekesen hangzik. Va, van esély rá egyébként, hogy ő lesz az utolsó császárunk. Nem sok, de ugye a játék 1753-ig tart, jelenleg 1385 van, tehát 15 meg 53 az 68 év van hátra. 68 év múlva fog véget érni a játék, tehát azt jelenti, hogy ha Count Jack elér 75 éves koráig, akkor ő lesz az utolsó császárunk valaha. Már amúgy elkezdte behúzni a nagy pénzt, a nagy zsét. Amennyiben szilveszter lenne, valahogy szilveszter kerülné inkább helyett a trónra, akkor ez kicsit megint máshogy alakul, mert akkor ugye két évvel kevesebbet kell élnie. Az az érdekes, hogy... <laughs> szóval itt van Ildikó, Öm, neki egyébként Tamás az apja, és ő egy balkézről született bastardú, és látszik is rajta, hogy Kantes a, a az arcvonásait törökölte, mert ugye vele csalta meg a feleséget, hát tehát hogy ők feküdtek össze, ő a Tibornak a, a felesége, aki meghalt. Wow, Tibor nem viselte túlságosan jól ezt a hírt, hogy őt megcsalták, kivégeztette. Azért az kemény. Összesen három gyerekük született pontosabban két közös gyerekük született, Cenci és Camilla, mind a kettő lány, tehát ők valószínűleg nem fogják tovább vinni az a Tibornak a... Tibornak a jó hírét. bár az is igaz, hogy közben újra házasodott, Mlada Zori Bitovot vette el, akinek adjunk már egy kis hajat, mert szerintem ő nem saját akaratából kopasz. Mondjuk... Ha már nem tudunk csúnya feleséget adni neki, akkor legalább válaszunk valami olyan hajat, ami... kevésbé... Megfelelő, bár a kopasz mondjuk az viszonylag jó volt ide, de mindegy is, ami um, nagyon fiatal, lehet még nem is vették el, vagy nem is, hoppá, lehet még nem is történt meg az esküvő, Ja, csak el vannak jegyezve, mert ő még csak 12 éves, oké. Okay. Nekem ez így amúgy egyenlőre megfelel. Na jó, visszatérve ide, tehát akkor megvan az öröklés, 70 éves vagyok, igen. Még azért életben kéne maradnom, úgy 7 évig, 7-8 évig, ami egy kihívás lesz, mert azért 75 év körül év körül már elkezdenek elhullani a nők is ebben a játékban, de azon a legjobb, hogyha Csák szépen megkapnám magának a a felnőttséget, mire odaér. Diplomata legyen, vagy pedig learning edukációt kapjon. Valamelyiket mondtam, hogy jobb, de nem tudom, hogy melyik. Úgyhogy... Uh, én most mennék a diplomatával. My world has changed his focus and study. He pursued knowledge in the art of diplomacy. Eddig erről nem volt esemény. Gondolom ez is egy ilyen új dolognak számít. Szerencsére a börtönünk tele van. Úgyhogy ha még esetleg gyerekként kerülne a trónra, az sem lenne olyan feltétlenül nagy probléma. Eddig úgy látom, hogy ezzel az uralkodóval ennyi sok. 35 embert öltünk meg. Nagyrészt kivégeztük, kisrészt csatában öltük meg. Van olyan, akit ténylegesen csatában öltünk meg? Mert ebben nem vagyok teljesen biztos. Ezek mind ilyen kivégzések, meg uh, Pisa királyát ugye megöltük, uh, megöltük a Csomó Leoni királyt, megöltünk titokban, hogy így jobb legyen nekünk az élet. De nem látok olyat, bár a was executed az akár elvileg jelentheti azt is, hogy a csatában öltük meg. Furra mert nagyon sok csatát vezetnek, és kicsit uh, furának érezném, hogyha se soha senkit nem öltem volna meg a csaták során következő Dynasty Legacy az ez lesz, Architected Ancestry. Select a congenital trait to become more common in your dynasty. Választhatunk egy olyan trait ami, ami gyakoribb lesz a dinasztiánkban. Legyen a hé, mert az még nincs meg. Úgyhogy ez elvileg van esélye el, rá, hogy feltűnjön. Közben a férjem már is megcsal. Uh, azért ez gyors. Jó, mondjuk valahol értem, mert hogy uh, én egy 71 éves néni vagyok, tehát Más csak azért sem fekszem össze vele túlságosan szívesen, mert hogy ő, 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 ő már nem akarok több gyereket. Meg nem is tudnék több gyereket, tehát mondjuk akkor pont összefekhetnék. Oké, okay, akkor viszont nem értem. Egy utolsó vagy, hogy, hogy ellen nem jössz, vagy hogy a hátam mögött. Na érted. An extra hand. For all the authority I suppose will as an empress, I cannot be Megkérhetek valakit, hogy segítsen. King Obizo, a vazalusom, ugye a Hellenszi király, második King Obizó segíthet nekem. Ő lesz a jobb kezem. Vagy pedig a Marshallon King Archambó, a második uh, úgy is tudja kezelni ezeket a problémákat. Le segítsen nekem Obizo! Ja, 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 haverkodjunk össze Obizo-val, ő lett a jobb kezem. És így meg is kapott egy olyat, hogy... Nem kapott erre semmit rétet? Hand of the King vagy ami hasonlót? Érdekes. Drone to the flame. Oké. Okay. King elemérrel próbálok itt ismerkedni. Ő amúgy egyrészt család. Az apafiház, az a... Az a mi dinasztiánkhoz tartozik, az Árpád dinasztiához. Másrészt pedig nem a vazdorus, hanem a mezopotámia királya. És romantikázhatnék vele, de nem akarok vele romantikát őszintén, szóval mert ez undi. Persze nagyon messziről vagyunk most már rokonok, tehát azért az... Olyan messziről vagyunk, hogy szerintem a Habsburgok nem is számították volna ezt már rokonnak. Mondjuk ők, 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 náluk ez inkább negatívként jött volna elő, mert hogy ők szeretettel házasodtak a olyanokkal, akik, akik közeli, akik, közeli, család voltak, de mindegy is. Azt nézem, hogy itt közben lett-e valami jó krém, és talán igen. Subidubiról nincsen krémem továbbra sem, de Csudiára Csú, most alakul itt Count Stibbernek, aki szombiónak az ura ott éjszakon. Tehát ott mehetnénk két területért. végül is akkor szerintem ezt érdemes beadni. Szépen lassan haladunk itt felfelé. Itt van egy gyülekezési pont. Szóval, ja, nem fogom, nem fogok összeállni ezzel a latollal. De megvívjuk a há háborút, nem tudom miért el tudtam fel, mikor ide kéne menni, de mindegy, majd akkor átmegyünk Totma felé. Bár akár szemből is kaphatjuk ezt a dúdot, a sereget jelenleg Ramirez, 5. Ramirez irányítja, de inkább én szeretném. És mi ez itt? Mi a fennforgás tárgya? Dangerous Faction. Witchcraft! Baron Sulev, ő egy boszorkány. Oh no! Liberty Faction, hál' Istennek. Ez viszont azt jelenti, hogy már rég nem végeztem ki elég embert, úgyhogy itt az ideje kivégezni embereket. Azért azzal együtt, hogy 55 ember van a börtönömben, szóval uh, esélyes, hogy Esélyes, hogy marad a fiamnak is elég. Most én ahhoz, hogy felmenjek százra, ahhoz ezért még kellene kivégzések. De most már lassan 91, és akkor még 14, ez még ad. Uh, presztist is. Te mennyi maustromoni létszik? Köszi. És akkor remélhetőleg ezzel most így elengedik ezt a bulit. Az más kérdés, hogy a fiamnak valószínűleg nehezebb, a fiamnak, az unokámnak valószínűleg nehezebb helyzete lesz, amikor átveszi a hatalmat, mert egyrészt nem lehet majd olyan sok területe, és megint lefagy a játék. Ezt nem is értem. Ugyanott fagyott le? 9 perc, 30 másodperc. Ha. Huh. Szóval azért is rácok, hogy a játék meg lehet működni. Um, egész konkrétan április 14-én kifagy az egész, mint megállint a halszeme, szeme, és onnantól kezdve se előre hátra. Úgyhogy most ezt felveszem így. Amennyiben sikerül, hát én nyilván megcsináltam a szokásos manővereket, hogy uh, verifyoltam a játék fájlait, modokat kapcsoltam, visszakapcsoltam, semmi nem segített. Úgyhogy az lesz, hogy ezt most benne hagyom, és hogyha ez benne marad, amikor kimegy, akkor azt jelenti, hogy uh, ma van szerda, mármint amikor ezt nézitek, szerdán reggel nem sikerült rájönnöm a probléma megoldására. Ez esetben várom, hogy mit lehet tenni ilyen esetben, és uh, ha viszont így marad, akkor, az akkor elég szomorú vége lenne ennek a Let's Play sorozatnak. Remélem, hogy sikerül valamit kitalálni, írjátok le kommentbe, hogy szerintetek mit lehet ezzel javítani, vagy láthatok-e valami hasonlót már, hogy történt valakivel, de most jelenállás szerint ez tűnik a végének. Nyilván, hogy ez a vég, akkor is lesz még egy plusz videó, ahol így beszélgettünk erről a ránról. Nagyon rossz lenne egyébként, de uh, hát most mit tudok tenni? Literálisan semmit nem tudok tenni. Na jó van, köszönöm figyelmet, akkor majd dumálunk pénteken, mindenképpen valamit beszélünk, hogy hogyan tovább. Sziasztok!